Egy úthiba javításáról számolt be Motyovszky Mátyás önkormányzati képviselő közösségi oldalán. Hozzá hasonlóan Dunaújváros polgármestere, alpolgármesterei és a frakció többi tagja is aktívan használja ezeket a platformokat, egyfelől arra, hogy tájékoztassa a lakókat a körzetben történt beruházásokról, másrészt pedig, hogy reagáljanak azokra az észrevételekre, amelyek során akár a Facebookon hívják fel a figyelmet egy-egy megoldandó problémára a lakók. Medgyesi Miklós sajtószóvivő kérdésünkre kiemelte, tudatosan építik ezt a fajta kapcsolattartást a városvezetés és a polgárok között. Ami egy nagyon pozitív hozadéka ennek, hogy azt a nyitott városházát, amit én nagyon szeretnék megteremteni, és az egész városvezetés ezt szeretné, az ezáltal még könnyebben meg tud valósulni. Nagyon sokszor találkozunk a mindennapokban bosszantó hibákról, problémákról, hiszen egy nagy városról beszélhetünk. Ezeket itt nagyon könnyen tudják jelezni a város vezetőinek, az önkormányzati képviselőjüknek. Hangsúlyozta, a jelenlegi helyzetben, amikor a személyes kapcsolattartás nehezebben megoldható, különös jelentősége van a közösségi oldalakon történő kommunikációnak. Jócskán megnőtt az online térnek a használata, hivatalos ügyekben is, és így van ez az önkormányzatnak az oldalain is. Nagyon örülök neki, hogy egyrészt így gördülékenyebben haladhat a munka, és hogy nagyon sokan, egyre több városlakó megtalálja ezeket a platformokat. Több kisebb-nagyobb javítást, az emberek életét befolyásoló kérdést is sikerült a Facebook segítségével megoldani városszerte. Ezek egyike volt a római körúti kátyú kijavítása is.